Na megjöttem. Vízhangzik a terem, mi? Király. Szóval itt vagyok az Ercsi Kossuth Lajos utca 17-es szám alatt, van egy általános iskola, és itt vannak az egészséges gyerekek, a mozgássérült gyerekek, a mozgássúlyban korlátozó gyerekek, meg a sérült gyerekek, szóval akik hát így mentálisan nem hozták be a többiek előnyét, mondjuk ilyen kultúrátan, és nekik van egy informatikus termük, ami nem működik. És ezért riasztottak engem, mondhatnám így, fölvilágították a vénuszos lámpát, mint a Batman-es időkben, és hát nem kicsi a gond. Ezt megpróbálom elmagyarázni, hogy mekkora itt a gond, jó? Ide beállok így a sarokba. Na, ezt a pár számítógépet kéne megcsinálni, záros határidőn belül, mert egyik se jó. Mindegyik megy, de gagyi. Tehát valami baj van. Hoztam telepítőlemezt, vész esetére, ezt most nem látjátok, ez egy Ubi 1204-es. Aztán majd meglátjuk, hogy meddig jutok. Remélem, legalább kettőt meg tudok csinálni. Na szóval, bemutattam az általános helyzetet, jó, mert megnéztem a számítógépeket, és ott megpróbálok megkísérlek egy telepítést, de a telepítő így áll 10 perce kb., hogy hát ilyen egyszerűen, hogy nem indul be. Na. Hoztam memóriát, mert én úgy gondoltam, hogy az lesz a problémájuk, hogy a memória az kevés. Nos, hoztam mindenféle memóriákat, kicsit szét is pakoltam, de ezt mindjárt meg is szüntetem. Szóval szépen hoztam mindenféle memóriát. Nem ez a baj. Elmondanám, mi a baj, jó? Hogy értsétek. Ez a baj. Ez egy Dell Optiflex GX110-es számítógép, ami nagyjából azt jelenti, hogy van benne egy 666-os számítógép, ami nem tudja az MMX-et, és van benne 128 MB memória, ami nem bővíthető. Van benne kettő memória sín, és az egyikbe van 128-as, ilyen borzasztó lassú 100-as memória. Na, a másikba beteszek egy másik 128-ast, a rendszer már sípol, hogy hiba van. Méghozzá memóriaiba. Ha beteszek egy másik fajta 128-as memóriát, sípol, hogy baj van, memória hiba. Tehát bármilyen memóriát próbálok bővíteni, az esélytelen. De nem baj, menjünk tovább, jó? Mert a BIOS-ba se lehet bemenni, egyik számítógépen se. Bemutatnám a példát. Ez itt egy kompak Desktop Pro nevezetű számítógép. Van benne egy Intel, Celeron, akármicsoda. AT-s a számítógép, tehát kapcsolós tápja van. Lássuk. Ha nyomogatom az F1-et, ami ugye náluk a BIOS, most kapott képet a monitor. Ezt nyomogatom az F1-et. 8 MB memória van, igen, jól látjátok. És deletét is nyomok, hát ha az a hiba. De nem ez a baj, hanem ez, hogy... Ja, még ki se írta, kicsit még azért várunk. Onnan eltűnt az asztal. Ott egy kurzor elkezdett villogni. És Windows. Tehát BIOS az semmi, érted? Meg Sonblastert hisz, hogy neki van olyan. De sajnos csúnyán kifagyott, úgyhogy nem hiszem, hogy lesz. Maga a Windows 98 az relatív jól van föltéve a gépekre, azonban a készítőjük az nem nagyon vállalta érte a felelősséget, hogy Windows 98-as drivereket fog keresni azon az interneten, ami nem nagyon megy. Úgyhogy inkább ő az XP-s drivereket részesített előnybe, és egy 8 MB-os számítógépeken az XP-s driver a következő hibát okozza. Szóval egyszerűen el se indul. Nagyjából megpróbálom leírni akkor még egyszer, mi a helyzet. Szóval van egy csomó olyan számítógépünk, ami borzasztó lassú, nagyon-nagyon kevés memóriával van ellátva, és még a BIOS-ba se lehet bemenni, hogy legalább CD-ről bútoljunk. Na, ezt a dolgot azért meg tudtam oldani például a Dell számítógépek esetében. Ugye még mindig látjuk, hogy ugyanaz a
felállás, mint az előbb, tehát telepítőt sem bírta behozni, rendkívül gyors számítógépünk. De a többi esetben, például ennél, ez egy rendkívül csodálatos 750-es IBM, mint ezt nagyon jól látjuk itt a jelzett esetben. Az előlap eltolása után láthatóvá válik a CD olvasónak, illetve a DVD olvasónak a helye. Na jó, lássuk, hogy ez mit produkál. Az F1 a BIOS, ugye emlékezünk az IBM-eknél. A monitor valamiért nem kap áramot, ez az. Na, 301-es keyboard hiba. Ez mindjárt sokkal érdekesebb lesz, mert F1-et kéne nyomni ahhoz, hogy tovább menjünk. Ugye a config setup-ba F1-re volna szükség. És hát... Na. Ó, tényleg? F1-es hiba. F1. És bejött a BIOS! Na. A következő irreleváns helyzet, hogy billentyűzet hiba esetén nyomjál F1-et a továbbhoz. Mi van? Ezt azért megmutatom, jó? Elnézést kérek a villódzásért. Természetesen a monitor nem villódzik, hanem a kamera és a monitor frekvenciája nem ugyanaz, szóval nem villog a kép, jó? Szóval, 301-es keyboard hiba, válasszál ki valamit ezekkel a kurzor billentyűkkel, és nyomjál tovább. Ezeket én nagyon bírtam szeretni, szóval király. Na, szóval ilyenekkel küzdök itt per pillanat, és hát jó el leszek. De még mindig nem jött be a telepítő. Másik gépen. Csak a sima háttér. Mindegy, majd valahogy csak megoldom. Kaptam süteményt. Az iskola hozott nekem süteményt, meg hozott teát. Nagyon finom. Jó lesik. Mutatnék még egy-két dolgot, jó? Mert ugye most itt vagyok a számítógépek mögött, hátul. Egy csomó számítógép hátulja így néz ki. Tehát COM1-es infravörös port, billentyű, egér, COM1, COM2, LPT, slussz! Na, ezt hívják kukának. Azonban, kicsit jobban megnézve, itt van egy pár másfajta számítógép, amiben mondjuk PCI-os hálózati kártya, videokártya, USB, PSP 2, stb. Ezt nem nyitom ki, ebben egy slot 1-es gép van, de valószínűleg már sokkal jobb, mint ami eddig volt, és most jön az igazi meglepetés. Ide nézzet! Na, mit találtam, bazzeg? Egy AGP-s Foxconn VR-s chipsettel, persze, borzasztó gyenge 300-as táppal, de haver, itt a táp utolsó 4-ese hiányzik, tehát ez kicsi táp, ide meg nagy táp kéne. Nincsen meg az ide kábel, majd beledugok egy 40-erest, mert itt most csak az van. Most akármelyik gépből ki tudom szedni, mert egyik se jó. Ez viszont jó lesz. Maximum annyi lesz, hogy lassú lesz a vinyó, mert nincsen benne 80-eres kábel. Azonban van benne két nagyon fasz a memória, nincsen benne olvasó, úgyhogy azt majd ebből kiveszem. És ebből is össze tudok rakni egy egész gépet. Oh yeah. Úgyhogy mégsem lesz totál fail ez az egész. Egy ilyen epic, legendári fail, hanem olyan 3-4 számítógépet össze tudok szedni. Megmondanám miért. Ez csak. Találtam egy ilyen gépet ott hátul, ott benne a susnyába. Találtam egy ilyen gépet. Megpróbálom elmondani, milyen, mert közben itt haver, ez másodpercek alatt behozta a telepítőt. Bocsánat a kék fekete fényért. Úgyhogy ezt már is lehet telepíteni. Ez egy másfeles P4-es, egy 1.5-ös Celeron, van benne 256 RAM, vagy talán 512, ha jól emlékszem, tehát teljesen fasz a minden. Úgyhogy szépen erre már megy is fel a rendszer. Úgyhogy a helyzet nem olyan halálos, mint ami ennek tűnik, csak hát még rengeteg egyéb munka van vele. Na megyek, mert még van mit csinálnom. Megy a fűtés a lábamra. Mert ha nem menne, akkor igen durván fáznék. Van vagy talán 5 fok. Tiszta kosz a kezem. Mindjárt meg is mutatom. Tehát nem tudom mennyire látni, tiszta kosz. Itt a másik is.
Tehát nem gyengén, nem gyengén koszos vagyok, de van egy kis eredményem, tehát délután 2-kor fölmentem az iskolába, és megnéztem, hogy 20 számítógépből mennyi használatú. Ma. 2. 2 számítógép használatú volt, az összes többi BIOS reszetes, tehát esélytelen a BIOS-ba bemenni, átállítani bármit. Az kuka, az ment a kukába, de az a 2, amit felraktunk, azon már van egy Ubuntu 10-es. Az egyik az még nincsen teljesen kész. Mindegy, egy gép teljesen kész van, azon már fönn van az Ubuntu 10, és egyszerűen csak működik. Na most, amit én itt csináltam a műhelyben, mert látjátok, itt azért a műhelyben vagyok. Kicsit kevés a hely, de azért megmutatom, jó? Kicsit hátérjük. Ja, közben megy a telepítés egy... hát a fene tudja milyen gyártmányú. Fujitsu, ez még nem Siemens, csak a sima Fujitsu, 15, talán 17 gigabájtos vinyójára, amire már itt vár ez a ház. Ugyanis teljesen kész van, csak a vinyó hiányzik belőle. Na jó, kezdjünk számolni, jó? 1, alul 2, 3, előtte 4, 5, és ez a hatodik számítógép, ami kimegy. Egy nap alatt. És hova megy ki ez a 6 számítógép? Az iskolába. És az iskolába diákok fogják tanulni, hogy mi a fene az az informatika, mi a fene az a számítástechnika. Mert ugye, a telepítés befejeződött, és most egy spacét kellett nyomnom ahhoz, hogy a rendszer korrektül újrainduljon. Ez még mindig a telepítő, sok okét látunk. Casper casting file, reboot. Nyomunk egy entert, ott entert kell nyomni. Kész. És most újraindul az egész rendszer. Megmondom őszintén, ihetessel azért gyorsabb telepíteni. Tehát sokkal. De megéri bőven. Ja, minden egyes számítógép tetejére persze még nincsen ráírva semmi, mert hát azt szerintem, hogy holnap, majd azt holnap ráírom, hogy ez 53-as, 54-es, 55-ös, 56-os, 57-es, semmit nem kell kivinnem, se billentyűt, se egeret, se monitort, semmit. Csak magát a számítógépet, egy iskola. De annyi billentyűzet van, mint a szemét. Annyi monitor van, mint a szemét. El van látva. Még tápkábelt se kell kivinnem. Itt maradhat az összes tápkábelem. És tudod mit? Még így is marad egy csomó számítógép arra, hogy ezeket majd családok megkapják. Úgyhogy keep up the good work. Úgyhogy nekem még itt van mit csinálnom. Úgyhogy mindent bele. Na jó, most így jelenleg így állunk. Már másnap van, vasárnap, és azért kipróbálom azokat a gépeket, amik mennek az iskolába, egy kicsit előbb fölkeltem, hogy ezt meg tudjam csinálni. Egy se jó. Tehát tegnap leformáztam az összes vinyót, fölraktam rá a rendszert, játékot, stb. Összeállítottam a gépeket, és egy se indul. Egy se. Elmondom, mi a hiba, jó? Mint látjátok, az alaplap megy, pörög a ventilátor, fut az alaplap, tehát memória van benne, nem tudom, mennyire látjátok. Van benne egy memória, ami teljesen hibátlan, és ennyi. Se videókártya, se semmi, és nem sípol, nem reklamál, ennyi. Ha kiveszem belőle a memóriát, sípol, de neki már videókártya se kell, és így alszik nyugodtan. Úgyhogy nem tudom, mi a picsát csinálják, mert... Ez valami reménytelen, komolyan. És így áll az alaplap, mondhatnám reseten, de szerencsére nem reseten áll, mert a memóriát kiveszem belőle, akkor reklamál. Tehát nem tűnik föl neki, hogy nincsen videokártya sem. Kiveszem belőle a memóriát, így, de félretesszük, bekapcsolom.
És sípol, hogy nincs benne memória. Ami nagyon helyes. Ami nagyon helyes, csak... Hát nem lemlép tovább, tehát nem tudom mi a baj. Úgyhogy ezen a dolgon még egy kicsit dolgoznom kell. Nem akarok egyetlen számítógéppel odaállítani, tehát... Most van benne videókártya, áttettem a másik simba a memóriát. Elméletileg megy. Ó! Oh. Nagyon jó, jó van. Jó van. Elméletileg megy. Most mit csinálsz? Mi van? Mi van? Ez a BIOS. Ez mi? Ez most nem értem. De nem baj, legalább a gép megy. Ah. Most délután 6 óra van. Magadni. Este 6. És kész van. Az összes gépre, amit csak üzembe lehetett állítani, azon mindegyiken fő van téve a 10-es Linux, és kultúráltan működik. Úgyhogy van összesen egy, egy kicsit közelebb megyek, megmutatom. Szóval ez az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-es gép. Ez a sarokba ez döglött. Ez nem tudom, hogy miért nem akar működni. Már sajnos időm sincs vele foglalkozni. Ennyi. Úgyhogy 7-es gép működik, és hát egyszerre 7 gépet osztottam ki, úgyhogy ennyi az egész.